Egy öröklődő csíkjelrendszer, mai szavakkal vonalkódrendszer található a székely zsákokon. Ezt az anyakönyvet kutatta Mohácsi Bugarszky Norbert malomgazda, aki a Mohácsi Szent Miklós patakmalomban egyedülálló gyűjteményt hozott létre. Itt nem csak székely, hanem sváb zsákokat is találunk. A magyar csíkjelrendszer, avagy vonalkód a népi kultúrában címmel jelent meg a közelmúltban Mohácsi Bugarszky Norbert hiánypótló könyve. Erdélyben bóklászva jöttek az információk erről a magyar csíkjelrendszerről. Ugye a székelyekkel érdekes erről beszélni, mert annyira triviálisan hétköznapinak tekintik ezeket a dolgokat, hogy furcsálották, amikor én erről kérdezősködök, mert hogy ez egy olyan rendszer, ami az életet átszövi, mint hogyha megkérdezem, hogy miért állítottak székelykaput, vagy miért vannak napmotívumok a házam. De furcsa volt, nagyon megragadtak ezek a gondolatok bennem. Kisné Portik Irén néprajzkutató volt az, aki a fülembe tette a bogarat Gyergyószent Miklóson. És akkor, amikor elkezdtem utána nézni kicsit alaposabban, hiszen a malomban gyarapodott a zsákgyűjtemény, nagyon hamar több száz darab csíkos zsákunk lett, hogy akkor ennek valami szakirodalma biztosan van, kicsit utána tudok olvasni, hiszen az ide érkező látogatókat szeretném alaposan tájékoztatni, lehetőleg precízen. És furcsa volt azt tapasztalni, hogy nincs szakirodalma. Tehát ezt a témát, ezt nem vesészték még ki, nem elemezték ki, nem írtak róla szakirodalmat most mondjuk így kis nagy képűséggel, de olyan sok információ áramlott irányomba, akár Erdélyben, és ami furcsa volt, hogy hazajöttem ide, és itt a malomban a tárlatvezetésekbe, hogy ezt belefűztem, a látogatók mindig egy-egy gondolatot, egy-egy mondatot hozzátettek. Ők ezt hallották Vasmenyében, akkor már nem Erdélyről beszélek, ez fontos. Vagy ilyen történet került elő Dunaföldvár környékéről, vagy Veszprém vidékéről. És tök jó, hogy szépen lassan halmozottak az információk. És egy idő után úgy gondoltam, hogy ez érett arra, és olyan mély az anyag, hogy erről kell valamiféle könyvet írni, hiszen akkor már legalább 40 interjú mögött voltam, amikor mindig valaki hozzájárult egy-egy információval. Ugye nagyon sok zsák összegyűlt, majd 500 most már a gyűjtemény darabja. Ezek voltak a fő motivációk, és hát jön a Covid, ezt ugye illik szidni, meg hát kell is, meg van is miért. Ugyanakkor hát nyilván perverzül hangzik, hogy lehetőséget is teremtett, amikor bezáródtunk, karanténba helyeződtünk, és nem tudtunk vendégekkel foglalkozni, akkor eljött az írás ideje. Hogy akkor nézzük meg, hogy a telefonomon milyen interjúk vannak, aki sajtcetliken, a zsákokkal kapcsolatban mik merültek így föl plusz információként, és ezeket elkezdtem kicsit összeszedni, rendszerezni, és szépen lassan kezdett összeállni egy könyvé. Az volt nekem a furcsa, hogy a magyar zsákokon mindig látunk valami beleszőtt, ez nagyon fontos, tehát bele van szőve eredetlenül egy csikozás. Triviálisnak, annyira egyszerűnek tűnik, hogy az ember azt mondja, és mi ebben az érdekes. Egyikben egy kék csík van, a másikban kettő, a harmadikban négy, és akkor itt kezd érdekessé válni, amikor egyik csík az vastag, vékony, és egyfajta sorrendiséget követnek. És úgy nagyon hasonló a vonalkódhoz. De ez egy vizuális ok, olyan, mint a vonalkód, jó, hát kit érdekel. Csak amikor ugye jöttek el az információk, leginkább mondom Erdélyben ezek, hogy nem kellett a zsákokra rátenni zsákkártyát, nem kellett ráírni, ráfesteni, mint a sváboknál gyönyörűen ráfestették velem szemben lévő zsák, mondjuk Kájc János Sombereken ráfestette a zsákjára az ő nevét, festékkel. Az rajta volt 30 évig, azt nem lehetett összekeverni. De a székely világban, hadd mondjam inkább úgy, hogy a magyar világban a zsákok a csíkok alapján kommunikáltak. Tehát a nagymamám megszőtte a zsákot, az összeset, a zsákokat, készítettem mondjuk a stafirongot valamelyik lánynak, akkor abban a 20-30 zsákba, amit szőtt, pontosan a zsákvásznat, abban beleszőtte a családnak a csík jelét. És innentől kezdve a faluban a fuvaros, a molnár, a szomszédok nagyjából tudták, hogy melyik csík, melyik családhoz talál. És akkor gondolnánk, hogy jaj, szerencsétlen molnárnak milyen nehéz dolga van, mert meg kell tanulni 120 családnak a csík jelét, de nem így van, mert ugye öröklődik generációról generációra. Olyan csodálatosan mesélt nekem erről Balla Peti bácsi, ő Gyergyó Ditrónak a vízimolnára, hogy hát Norbi, ezek generációk óta itt vannak, mondja a bácsi, hogy én meg 40 éve vagyok vízimolnár, hát ezt az első pár hét alatt megtanultam, és ez tök egyértelmű. Lehet, hogy a generációt például elrontjuk, de a családot be tudjuk azonosítani, hiszen generációról generációra száll ez a csíkjel. Hogyha valakinek így furcsa, hogy most miről beszélek, hogy textilek meg csíkozás, egyébként gondolj nyugodtan egy törőközőre, vagy egy konyharuhára, persze régi textilre gondolok, hogy azokban is benne volt ez a csíkozás. Tehát a családban, amikor készítjük a leánynak a stafirungját, a hozományát, akkor anyuka, nagymama a törőközőbe, abroszba, konyharuhába, zsákba, mi van még, ez a kis tarisznya, vető, általvető, ezekben mind-mind beleszövődött a család csíkjele.
Tehát a családot azonosítja. Nagymamát, édesanyját, a lánykát. Mi történik, hogy elmenjünk a skótokhoz? Tehát aki eddig azt hiszi, hogy hú, ez meg mennyit ihatott, hogy ilyen hülyeségeket beszél, akkor azt javaslom, hogy menjünk el a skótokhoz, vagy legalábbis nézzük utána a skótkockának, a kiltnek. Ugyanaz, ránézünk, és tudjuk azt, aki ugye szakavatott, vagy tudja, hogy melyik a McLaren családnak a mintája, vagy éppen a Hamiltoné. Mert azoknak a klánoknak is évszázadok óta öröklődő kockarendszere van. Hát némi, nem elviccelve a témát, de mondhatom, hogy ha ez egy vonalkód, akkor bizonyos kódok is évszázadok óta használnak ilyet, ők a QR kódot használják, tehát azért furcsa, és a könyvnek is ezt a címet adtam, hogy a csíkjelrendszer, tehát információ hordozó csíkjelrendszer. De ezt a szókapcsolatot beírjuk az internetre, az fog feljönni vonalkód. És az is feljön, hogy 1952-ben egy amerikai pasas ezt feltalálta és szabadalmaztatta. És így a hátam mögé pillantok, látom a csíkos zsákokat, és azt mondom, hogy hát nem. Ezt a magyar népi kultúrában sok száz éve használjuk a csíkokat információ kifejezésére. Tehát ránézünk, és annak jelentése van. Egyébként a népi kultúrában egy csomó ilyen dolog körbevesz minket, hogy vannak jelek a házon, mondjuk egy napsugár, vagy itt van hozományláda a malomba, és a hullámvonalak vannak rajta, és mondjuk, hogy milyen szépen díszítették a régiek. Nincs díszítés. Ezek jelek, információtartalmuk van. Vagy a rontástól kellett távol tartani, vagy valamilyen egyéb üzenete volt. Az, hogy ezeket ma már nem tudjuk olvasni, hát ez a mi bajunk. És azért született meg ez a könyv, hogy egy kicsit ezt fejtegesse, és aki nyitott a magyar kultúra iránt, nem ilyen ős magyarkodni szerettem volna ezzel, de ezek tények, amik ebbe a könyvbe le vannak írva, ezek Kárpát hazában összegyűjtött tények, aminek a zöme zsákformájában is itt megjelenik, tehát alá is tudom itt támasztani, és szerintem talán érdemes volt ez a téma arra, hogy egyszer egy leírassék, és ne úgy vesszen el ez a tudás, hogy soha az életbe vissza nem nyerhető, legalább egy PDF file formátumban, vagy egy könyvtárban lévő könyv formájában maradjon fenn az, hogy az ősi magyarjaink milyen okosak voltak, és milyen fajta jelekkel tudtak kommunikálni. A Cselepatak mentén valaha állt 24 malom közül ma már a 14. században készült Szent Miklós patak malom az egyetlen, melyben malomkővel őrülnek. A gyűjtemény kipróbálható eszközökön keresztül mutatja be a gabonafeldolgozás fejlődését, az őskortól napjainkig, és az egyedülálló zsákgyűjteményt is megcsodálhatják az ide látogatók. 2015-ben készült el a mohácsi taposómalom a lábaspajta épületében. A székelymestereknek köszönhető szerkezet Európa egyetlen ismert, működőképes, emberi erővel hajtott malomberendezése.